Történt már veled is olyan, hogy valahol mondjuk nyaralás közben, valamelyik déli országban, például görög, horvát vagy bármelyik országban, egyszerűen valamiért túl sokat kérnek, úgy érzed, hogy lehúznak, kihasználják a helyzetedet, és nincs lehetőséged lealkudni, vagy nincs lehetőséged fel árat kialakítani. Ez történt velem is a minap, de a megoldást el fogom mondani a videó végén, hogy mit tudsz ilyenkor tenni. Mikor az történt, hogy a, ahol itt látod a helyét, az outboardnak, tehát a külmotornak, amit a bocira szoktam rátenni, magyarul a gumicsónakra a vitorlásomon, gyakorlatilag évente kell egy szerviz csináltatni, amikor impellert, olajat cserélnek, lezsírozzák a, a forgórészeket, egyebek, és hát ez bizony, általában 100, legrosszabb esetben 120 euróba került, úgyhogy a legtöbb esetben fogtam és bevittem Zadárban, ahol egy megbízható szerviz találtam, és meg is voltam vele elégedve. Igen, ám csak a kikötőmtől körülbelül egy óra távolságra van a Zadari szerviz, úgyhogy gondoltam, hogy hát nére keresnénk alternatívát Novaján, ami egy olyan negyed óránál kevesebb távolságra van a Simoni kikötőtől, Pák vagyunk egyébként. Mármint most is szigeten, de a történet Pák a kikötőnél zajlik. És bemegyek, és nem tudom, történt -e ilyen dolog veled, hogy bemész egy szervizbe, ami egy nagy csarnok, és tulajdonképpen nincsenek alkalmazottak, a főnök ott lézeng. Nem is dolgozik igazából, nem is látszik, hogy el lenne mélyülve, hanem ott lézeng, ott tesz-vesz. Aztán oda megyek hozzá, és azt mondom, hogy jó napot kívánok, van egy ugye angolul, vagy németül, nem tudom melyik nyelvet fogadta el, de az a lényeg, hogy hát, lenne egy outboarder, egy tohatsú, ezt szeretném, hogyha egy szerviz megcsinálna, azt mondja, hozzuk be. Oké, mondom, de hát mégis mennyi ára lesz, mennyibe fog kerülni a, a, a normál szerviz, és így tovább az éves szerviz. Azt mondjuk, hozzuk be, nézzük meg. Ez már nekem gyanús volt, de mindegy, a weboldalukon láttam, hogy tartsú szerviz is, tehát szakszerviznek tülteti fel magát, és hát nézzük meg, hogy mi az, ami, mi az, ami gond lehet. Úgyhogy behoztuk a motort, ami nagyon nehezen ment, mert hát távol lehetett megállni, egy tréler szóval kellemetlen volt onnan becipelni a 27 kilós motort, meg a tankot, és ezért mondtam, nincs egy kis tolókocsia. És akkor először olyan tétován, olyan unottan, nem is válaszol egyből, csak olyan lassan, aztán nagy nehezen, nem is válaszol egyébként, csak aztán eltűnik, és előkerül egy kocsival, egy ilyen kis molnárkocsival. Aztán nagy nehezen rárakom, abba se segít, bevisszük, ő tolja a molnárkocsit, az nem volt nehéz, és amikor ott állunk a szerviz közepén, akkor mondom, mégis mennyire fog kerülni, hogyan, mert amit érzékeltem, hogy a tűszele föl lehet akadva, ezért folyik ki egy ilyen túlszójón, a benzin, ha, ha járatom, illetve nem jár rendesen, tehát vannak gondok vele, illetve a szervizt meg kéne csinálni. És akkor, ilyen is lehet, előfordul már veled, figyelned kell ilyenkor, hogy egyből rágyújt, ugye? A pofámba nyomja a cigit, amiért úgy nyomtam volna a pofán, hogy el nem lehet mondani, ide, mindegy, az ember jól nevelt, meg ha tárgyestünk a tréninget tart, akkor mégse üt. Szóval fogom magam, elmondom, hogy figyelj, de ezt meg ezt kéne csinálni, mennyibe fog ez kerülni. Na most, ha egy tolcsú szervizben ők ebben foglalkoznak, vagy ő ebben foglalkozik, és ezt félírja a weboldalára, ami jól néz ki, egyébként is bizalomgerjesztő, csalóka lehet, hát nyilván tudnia kéne, hát ez ilyen, csinál egy, feltételeztem én, csinál egy nyáron száz ilyet, legalább, figyelmével, hogy mennyi hajó meg egyéb van ott a környék, és más szerviz nem találtam. Úgyhogy fogtam magam, kérdeztem többször, hogy hát nem tudja, majd attól függ, majd ha megbontja, majd ha szétszedi, meg hogy mi van a karburátorral, meg lehet, hogy tönkre van menve a karburátor. Nincs tönkre menve a karburátor, föl van akadva a tűzszelep, a probléma. Jó, jó, de lehet, hogy csak a karburátor. És mutatja, hogy jöjjek. Tehát tipikus ezeknek az emberek nem is mindig mond valamit, hanem csak elmegy válasz nélkül, vagy azt mondja, hogy gyere, megyek utána, oda megyünk a satupadjához, ahol a szétpakolt dolgai voltak, és utána azt mondja, hogy elkezd kicsomagolni egy dobozt. Mondom, mi ez? Mondja, várjuk, várjak, várjak, várjak. Ez a másik intőjel, amikor valaki ilyen. Nem ad egyenes válaszokat. Egy tenyérbe mászó. Aztán fogta magát, és kicsomagolt egy karburátort, azt mondja, hát ez 180 euró. Hát mondom, nekem nem kell. Ez a magáira való lenne. Mondom, nekem nincs erre szükség, tisztítsa ki. Jó, de lehet, hogy tönkre van menve. És azon veszem észre magam, hogy itt egy, egy tök dilettás hülyével, akire engem hülyének néz, annak hogy én közlekedésmérnökként talán egy kicsit értek meg. Talán, ha lenne megfelelő eszközöm, mosó lehetőség, akkor megcsinálnám magam a tisztítást. Nyilván zsírzást meg impellerem nem volt, tehát egy zsírzom nincs, meg egy csomó nem tudtam a megcsinálni. A lényeg az, hogy a végén kérdezem, hogy jó, jó, de mennyibe fog kerülni, és akkor oda megyünk egy másik motor, szerint, ez erre van ez a karbátor, mert ennél már tönkrement. És piszkos idegesített, tehát az embernek nő a pumpa, a feszültség. És aztán fogta magát, mondom, oké, de mégis mennyibe fog kerülni nagyjából? Hát 80 euró az óra díj, majd meglátja, hogy mennyi óra. Mondom, jó, de hát mégiscsak én tudni, hogy, hogy, mennyi lesz. Úgy, mire készüljek maximum, meg pénzt kell kivennem, ugye készpénzbe fizetni, meg egyebek. Vagy a dolgoznak, akkor nyilván nem jó, a kártyával fizetsz. És nagy ezek kibők egy nagyjából 2,50. Na most ez a pont, amikor ugye hát van 1200 körül vette magát a motor, tehát egy szerviznek igazából a tapasztalatom szerint 100-120 és 120 között kéne lenni maximum a legdrágább helyen is, 2,50. És mondom neki, hogy hát figyelj, de hát eddig csináltam zádárba, csak mondtam maga, közelebb van Simonihoz, és zádárba csináltam, ott 100 alatt volt, a 80-100 körül. A hát az nem lehet. Hát mondom, nézd, hát több éve oda csak most gondoltam, hogy közelebb találok egy jó szerviz. De hát elminni Zadárba az is 50 euró, ugye? nyilván nem igaz az 50 euró, ilyen 20-25 euró mondjuk egy jól fogyasztó c cínél, mint nekem van, de az a lényeg, hogy itt is, itt is hazudik, mellébeszél, nagyzol, szóval nem tudom érzékeled ezek a tipikus jeleket. És legtöbbször persze nem tud mit tenni az ember, ugye a benne van, a szervizbe, már negyed óráig ott ugrált, vagy követtem össze, vissza, ott ment, és magyarázott, és mellé beszélt, és nem válaszolt, nem adott egyenes válaszokat. És ez egy tipikus tárgyalási stratégia, amellett az ember bunkó persze, hogy minél több időt eltöltesz, minél inkább úgymond beleéled magad a helyzetbe, és ez egy nagyon jól működő stratégia a legtöbb embernél hogy kázi azt mondja, hogy hát már úgyis belefektettél időt, most már itt van a motor, már behoztuk a műhelybe, és hát, hát akkor mi van? És akkor mondja nekem, mondom nekem, ez túl sok, tehát 250, nem, 100, 120, azt tudom elfogadni. Szóval neki ez az ára. Ha kell, akkor vigyem zadárba. És tudod, mit mondta neki? Tudja mit? Rendben van, elviszem zadárba. És elvittem zadárba, és most szóltak, hogy majd érte lehet menni, úgyis megyek hazafelé Grácsba, el tudom hozni, 84 euró lesz, direkt megkérdeztem. előre is mondták, hogy 50 és 100 között, ahogy szokott lenni egyébként, attól függ, hogy mi kell még esetleg pluszba hozzá, de nem több. Mi a különbség a másik szerviznél? Egyrészt, ahogy odavittem, azonnal munkalapot vettek föl, ahogy odavittem, beálltam a kocsival, láttam, hogy 6-8 ilyen segéd, tanulók, fiatalok dolgoznak, tehát itt tényleg munka folyik. Nem a főnök egyedül időnként, ha ráér, dolgozik, és azt rohadt drágán felszámolja. Tehát ez is egy pozitív jel nyilván. És ahogy kintottam a hátulját, és elkezdtem kivenni, kivették a kezemből a motort, hogy, hogy ne incipeljem. Aztán írtak egy normális munkalapot, és, és talán fölhívtak, hogy készen van, és hogy 84 euró. Szóval mit lehet tenni? Mi ebből a tanulság a tárgyás technika szintjén? Az egyik az, hogy egyrészt, hogyha nem kapsz való egyenes válaszokat, ha valahol uh, ilyen nagyon nagy tólik határokat adnak meg, úgy érzed, hogy át vagy verve, de úgy érzed, hogy már be vagy, uh, belefektettél időt, energiát, most már ott vagy, már nem nagyon tudnál, akkor ennek ne dőj be. Ha nem igenis fog meg, és, és mondjál nemet, magyarul tudjál fölállni a tárgyalóasztaltól. De mi kell az, hogy föl tudjál állni a tárgyalóasztaltól, és mondjuk egy, egy erősebb tárgyalási pozíciót érjél el? Egyrészt a 250 euró az két és félszerese volt, mint amennyiért máshol szokták hogy már régebben csinálták, tehát a, a gap, a szakadék túl nagy volt kettőnk között. Tehát itt a megállapodás ugyanúgy lehetetlen tárgyás technikailag, mint például a, az orosz-ukrán háborúban. Tehát vannak, akkor nem lehet, ugye ez Orbán mondja, hogy békét kéne nem lehet. Tehát nagyon nagy a szakadék a két oldal között, nem lehet abba hagyni. És a tárgyásnál mit lehet ilyenkor tenni? Egyrészt először is eldöntött, hogy hol van neked a határod, amit ott helyben nem hagyott, hogy ők módosítsanak bármiféle mellébeszéléssel. Az egyik ilyen határ volt számomra, hogy 120 óra nem vagyok hajlandó többet fizetni. Ha többet kér, akkor fölállok. És ez is történt, de ez kell egy dolog, úgynevezett batna. Tehát kell egy olyan alternatíva, vagy egy olyan lehetőséget, hogy legyen az alternatívaként nevezett batna, best alternative negotiation alternatív. Ez egy Harvardi tárgyalási stratégiának a, az egyik fontos része, tehát kell egy alternatívádnak lenni. És a legtöbb ember nem készül fel egy tárgyalásra. Amikor én valamilyen, legyen az ingatlan, legyen az bármi, egy tárgyalásra felkészülök, akkor először is előveszem azokat az alternatívákat, és pontosan informálódok, amelyek, ha nem tudok dülőre jutni a tárgyalásba, például túl nagy az eltérés kettőn között, és egy centivel nem akar mozdulni a másik, akkor alternatívan föl tudok állni magam, nem érzem beszorítva magam. És ez az igazi tárgyalási erő legtöbb esetben. Persze van még százféle stratégia, illetve eszköz abban, taktika: hogyha a szakadék nem túl nagy, és a megállapodás lehetséges, amit mondjuk nem volt meg, akkor, akkor hogyan tudod az árat esetleg lejjebb nyomni, és hogyan tudsz más előnyöket kicsikarni belőle. És hát ez a tanulság az, ami azért déli országokban elég gyakran előfordul, hogy uh, Jössz te, mondjuk osztrák rendszámmal, kiszáll vagy merciből, gondolt, hogy hát ezt meghúzzuk, ezt a faszit. Hát nem. És érdekes dolog egyébként, hogy legtöbbször amikor nekem gazdag ügyfelek, tehát tényleg gazdag ügyfeleim vannak, azok nem hagyják magukat meg lehúzni. Az értékért mindig fizetnek becsülettel, azt mindig kifizetik, de nem engedik lehúzni magukat, inkább alkudnak, vagy alternatívát keresnek. Úgyhogy ezt tanítjuk meg a tárgyestetik a tréningen neked. Ami a lényeg, hogy figyeld a apró jelekre. Az egyik ilyen jel, ha a másik fél nem ad egyenes válaszokat. Ha nem néz a szemedbe, ha nem válaszol valamire, hanem, hanem ott hagy és valamit csak mutogat, vagy visszakérdez, talányosan visszakérdez, és, és, nem, és, és, akár percekig, vagy, vagy tíz percekig szivatavval, hogy téged bizonytalanságba hagy. Ilyenkor az a legjobb, hogyha távozol. Még ha jó árat ki is tudnál alkudni, valószínűleg rá fogsz fázni, hiszen ha valaki ennyire nem egyenes a kommunikációban, az nem egyenes a munkában sem. És ebből kifőlag ott hagytam a Zádári szervizbe, ahol dolgoznak, ahol látszik, hogy folyamatosan több ember dolgozik, mert az is sokat elárul, érdekes módon, ha végig gondolod. Ha van egy főnök, aki egyedül van ott Novalján, és egyedül dolgozik, ő például anyagot kell beszereznie, ügyfelekkel kell tárgyalni, és a maradik időben tud dolgozni, ahol ráadásul többet is akar keresni, mint az alkalmazotta, ha lenne, ezért nyilván jóval-jóval-jóval drágábban ő azt mondta, 80 euróért számolja óránként a munkadíját, míg egy cégben, ahol 5-6 ember dolgozik, ahol fiatalok, ahol folyamatos munka van, ahol látod, hogy például egy raklapnyi alkatrész érkezett, tehát folyamatosan dolgoznak, sok száz szervizt csinálnak. Nyilván a tapasztalat nagyobb, de a lényeg az, hogy sokkal olcsóbbak lesznek, mert a főnökön kívül még van 4-5-6 olyan munkatárs, aki bevétel termeli, reálisabb áron dolgoznak. Úgyhogy sok ilyen jel van, erre érdemes odafigyelned, és hát sajnos, ami eleve előfordult a déli országokban, lehet, hogy Magyarországon is nem tudom, Ausztriában ritkábban tapasztaltam ilyet, hogy egyszerűen folyamatosan és tudatosan át akarnak verni. Hogy tudatosan, azt megmondom miért, miből látom. Görögországban például minden egyes alkalommal, ugye egy nagy lakókocsival és osztrák rendszámos eszpásszal voltunk, és szinte minden alkalommal, legyen az a, a zöldségesnél vettünk, a péknél vettünk, bárhol, bármit vettünk, bármiért kellett fizetnünk, mindenütt át akartak verni. Nyilván fejszámolásban nem tudtak utána jönni, nyilván összeadás és egyebekbe fejbe megcsináltam mindent, és mondtam, hogy nem jó az összeg. És onnan látod, hogy tudatosan át akartak verni, hogy először kedvesen igazolják, vagy próbálják igazolni, hogy de hát, de hát neki van igaza, hát ennyi a vége, meg hát ez a össze a gép, meg ez, meg az, meg amaz. De hogyha eljutsz odáig, hogy látják, hogy nem megy, és bebizonyított, hogy gyakorlatilag átvernek, vagy rosszul számolt, akkor fogja, odavágja a pénzt, ősértődik meg, ez a tudatos átverésnek az egyik biztos jele. És miért beszélünk mindenről most? Nem csak azért, mert nyaralás van, nem csak azért, mert átverhetnek szállástól kezdve bárminél, előfordul egyébként, és főleg a horvátoknál például, azt hiszem tavaly vagy tavaly előtt volt egy nagy ilyen dömping, és most attól félek, hogy ugyanezt történik most is, szállásfoglalásnál, hogy lefoglod a szállást, majd mondják előtte rövid idővel, mert rájöttek, hogy kb. sokkal többére el tudják adni mondjuk kétszer annyiért németeknek, mert akkora nagy volt a kereslet. Tehát ez is előfordul sajnos. De miért beszélünk mindenről? Azért, mert a legtöbb vállalkozónak most egy plafonja van. Az mit jelent? Azt jelenti, hogy nem tudja növelni megfelelő mértékben, vagy elég nagy mértékben a a bevételét. Egyébként itt látod a bocit, ez a, ez a gumicsónak, amire való a kis motor, és ezt szoktuk használni, is, is, szigeten is például, mert mindent máshol, hogy kimenjünk. Egyébként itt látszik egy klassz nagy motoros jaktát ide be mellénk, és érdekes módon ők se mentek be a marinába pár száz euróért, hanem ők is horgonyon vannak, érdekes, pedig személyzet és minden egyéb van a hajón. Szóval, miért fontos ez most neked, mint vállalkozónak? Hogy tudjál jól tárgyalni. Azért, mert az eladásaid egy üvegplafonba ütköznek a legtöbb esetben. Az ügyfelektől nem tudsz több pénzt elkérni, és nem is tudnak sok esetben többet fizetni. Itt jön egyébként a komp, a szupergyors katamarán. És mert nem tudnak többet fizetni ezért, a költségét meg nőnek, sőt, ha akarod, ha nem nőnek, ezért egy dolgot tudsz tenni, hogy ahol tudsz alkutsz, ahol tudsz alternatívát keresel, ahol tudsz a tárgyalás technikával a költségét nyomod le. Ha nem tudod növelni a bevételt, akkor mindenképpen a költségkontroll a legfontosabb, és a legtöbb vállalkozónál manapság én azt látom, hogy bőven van sporlási lehetőség. Az egyik ilyen nagyon lényeges sporlási lehetőség lehet a cégedben, hogyha az outsource dolgokat insourcingra cseréled. Mit jelent ez? Eddig lehet, hogy sok tízezer vagy százer forintért csináltatod valakivel a marketinget, lehet, hogy jobban jársz, ha magad csinálod, hiszen több ügyfeled nem tud könnyen lenni, a marketing kevésbé hatékony ilyen, uh, hogy mondjam, külföldön ilyen cikkek jelennek, hogy válságban Magyarországon, tehát válság, gazdasági magyar válságban nehezen tudsz a marketinggel is akár több új ügyfelet szerezni, hiszen mindenki fogja a pénzt. Tehát amire meg tudsz tenni az, hogy amit te eddig költenél, lehet, hogy outsourcoltad a logisztikádat, ez most az egyik partnerünknél van a Mastermindban, hihetetlen sokat fizet szerintem rá, be kell hozni a cégbe, jóval olcsóbb lesz készlet és, és posta szempontjából. És erre egy jó példa ez, hogy hogyan lehet tárgyalni, hogy nagyon elterjedt egy pár évvel ezelőtt divat lett, és főleg ebben a kócsok és a tanácsadók a ludasak, hogy akár kisker, akár nagyker, online shop, vagy akár nagykereskedő fogja és outsourcolja, tehát magyarul valamilyen logisztikai cégnek, ami egy full szolgáltatást ad, kihelyezi a, a készletét, és és gyakorlatilag az elintézi a szállítást, a komissiózást, tehát az akár a számlázási részét is, csak oda kell tenni az árut, nyilván kell fizetni a raktárért pluszba a saját raktárodon túl, nyilván kell fizetni pluszba a kezelésért, ami nyilván sokkal többbe kerül, mint saját ember, és az ő logisztikáikat kell használnod, hiszen ott nincs alternatívád. Milyen is visszahozod ezt a saját cégedbe, a komp, igen, meg, lengetett minket. Mi ezt hozni a saját cégedbe, az outsorszolás helyett az insourcingot használod, akkor egy nagyon érdekes dolog történik. Egyrészt sokkal kevesebb készlet kell, mert a belső és a kihelyezett készleted nem duplázódva szerepel. Ez egyik. A másik pedig, hogy mi történik? a részletekben tudsz alkudni, tehát meg tudod oldani optimálisabban a készlet gazdálkodásodat, optimalizálni tudod, jobban tudod kezelni a kiszállítás, gyorsabb lesz a logisztikád, de van egy nagyon lényeges dolog. A csomagküldő vagy posta szolgáltatást végző cégeknek, akik kiviszik az árut, legyen az online shop vagy nagykereskedőnél sok esetben, az bizony nem egy valakihez vagy kötve, akit a a logisztikai alvállalkozód kiválasztott, vagy akivel dolgozik, és azon is keres nyilván, hanem bizony alkudhatsz. És hogy mennyit lehet alkudni? Most az egyik Mastermind tagunknál az év elejé úgymond ár újra, alkú vagy árkontroll esetén kiderült, hogy talált olyan országos szállító céget, amelyik elvállalta, hiszen éhesek, új ügyfeleket akarnak, negyed ér, mint a régi cég, aki úgy mondta, hogy úgyis évek óta nálunk van az a bizonyos, bizonyos nagy kereskedő, tehát nem okoz gondot, hogyha mindig emeljük az árat. Tehát magyarul a tárgyalási esélyedet is például egy outsourcet logikával vagy logisztikával kiütőd és nem tudod használni. Tehát gondold végig ma egyre inkább a költség oldaladat. Sőt, olyan is lehetséges, és ez egy nem túl ritka dolog, lehet, hogy nálad is van, hogy van olyan terméked vagy szolgáltatási területed, ahol, hogyha azt leválasztál és külön megnézed, akkor a költségeid jóval magasabbak, mint például a bevételed. Tehát, magyarul, lehetséges, hogy ugyan kiegyenlítette eddig a nyereséges termék vagy terület a veszteséges, de lehet, hogy most érdemesebb a fókuszt a profitra helyezned, mert különben nem fogsz túlélni. Ma olyan vállalkozások mennek, csődbe vagy kerülnek nagyon nehéz helyzetbe, amelyek folyamatosan növekvő forgalommal rendelkeznek. Most például egy friss hír a webasztónál, biztos hallottad ezt az autó beszállító cég, fűtésrendszer, az én hajamon is például a fűtés ilyen, meg nagyon sok más alkatrész szállít be, de csomó másnál a CTF, a Zandrad Fabrik Friedrichshafen a legnagyobb váltó, főleg automata váltókat gyárt, mercedes kezdve Audi-nak, mindenkinek. Tehát a legnagyobb autóbeszállítóknak folyamatosan nő a forgalmuk, nem csökkennek, nincsenek zónásba, de ugyanakkor annyira nő a költségük, hogy a milliárdos nyereségről a pár tízmilliós nyereségre esett vissza a, a, az éves nyereségük, és ez azt jelenti, hogy életveszélyes. Egyrészt egy lefelé, már mint a profit szemben, egy lefelé menő görbét, egy trendet megállítani, megfordítani nagyon-nagyon nehéz. Ezt gondold végig a te életedben egy csökkenő trend, mindig nagyon egy lejtő, nagyon nehezen megállítható. De a másik gond az, hogyha már csak sok, milliós, sok milliárdos forgalomra csak 30-40 millió nyereséged van, akkor az egy pillanatra egy, egy, minimális pár tized százalék ár vagy költség növekedése, vagy ár csökkenése, vagy kényszerből a forgalom esetén azonnali veszteségbe fordul át. Tehát most, ahol neked keresned kell a, a pénzt, az bizony a költségek. És lehet, hogy 20 éve dolgozol valakivel, akkor is meg kell próbálnod alkudni. Úgyhogy nincs más lehetőség. És hogy hogyan tudsz tárgyalni, és a tárgyes technikában hogyan tudod ezt a legjobbat kihozni, úgyhogy egyébként a másik fél is nyertesnek érezze magát, hiszen nyertes-nyertes tárgyalás nincs, csak nyertesnek érző felek vannak, ezt megtanítjuk neked az egyik tárgyestetnik a tréningünkön október 1 másodikán, ha van hozzá kedved. Egyébként ez, ez a tréning most még, mi van július? Július végéig 20% kedvezménye elérhető, ugye? Időért pénzt, engedményt adunk. Tehát ez is egy tárgyalási stratégia egyébként. És ami a legmegdöbbentőbb egyébként ezen, már többször volt ilyen, sőt sok alkalommal volt ilyen tárgyalás technikánk. Két napos gyakorlati tréningünk, ahol szituációs gyakorlatokat elgyakoroljuk. Megdöbbennek a résztvevők azon, hogy mennyire suták, ügyetlenek, mennyire hiába van 25 év üzleti tapasztalatuk, egyszerűen nem tudnak tárgyalni. Benne vannak a helyzetbe, érzelmileg belevonódnak, nem, nem, jut eszik be, hogy milyen stratégiát dolgoztak ki előre, egyszerűen nem használják a legfontosabb eszközöket, magyarok bénakacsaként dolgoznak. És ez a legérdekesebb, amikor ezt saját maga valaki felfedez az első nap, és már ennek tudatában sokkal jobb eredményt ér a második napi tréningeken. Úgyhogy ez kezd helyen lesz egy fantasztikus szállodában, a Kristály Hotelben, és most tudsz 20% kedvezménnyel jelentkezni, a videó alatt berakom neked, de ez csak a hónap végéig érvényes, tehát július végéig. Szóval az életedet változtathatja meg, vagy az élet, a céget túlélését jelentheti a jó tárgyalás technika, amihez ma a vállalkozó 99,9%-a nem ért, és ami a legrosszabb, még ha tudná az elméletet, akkor sem tudja használni. Ezért gyakorlati tréning nélkül semmit sem ér. Úgyhogy egy lehetőség, regisztrálj most, most van rá jó lehetőség, és októberben részt fogsz tudni venni elsőn, másodikán egy kétnapos tréningen, ami hatalmas nagy felismerést, katartist fókozni számodra, és egy olyan eszközt ad a kezedbe, ami a konkurenciádnak biztos nincs. Na, hát sok sikert, ne agy, hogy átverjenek, élvezd a nyarat, és ugye mondtam az összehasonlást, a batnát, a lehetőségeket, ugye ezt adja meg az internet, viszont egy dologban ne tegyél összehasonlítást, Ugye ez egy pszichológilag nagyon fontos dolog. Mindig lesz melletted egy olyan hajó, ami jóval nagyobb, úgyhogy a saját boldogságodba, viszont, és a saját életedbe, a saját örömödbe ne összehasonlít másokkal, mert abban viszont állandóan elégedetlen leszel. Márpedig nincs klasszabb és boldogabb dolog annál, hogy az ember egy gyönyörű öbölben. Ugye ugrok egy fejest a vízbe, egy gyönyörű öbölben úszni tud, nyugalma van, nem zajonganak a turisták, mint egy szállodában. Ez az igazi luxus, nem a hajó mérete. Viszont tárgyalni mindig kell. Sok sikert kívánok neked, találkozunk október 1-2-án egy profi tréningen, ahol megtanulsz tárgyalni, és lenyomsz bárkit. Sok sikert, ciao!